A kötet apropója, hogy 100 éve jelent meg egy német nyelvű kiadvány, az akkor 100 éves templomról, tehát dupla jubileumról beszélhetünk. A könyv egy régi hagyományt idéz fel újra. Német nyelven jelent meg egyszer egy 100 éves a templom kiadvány, amit itt-ott nyomozás után megszereztünk a levéltárból, az OSK-ból, és Zoltán képekkel, eredeti dokumentumokkal tűzdelve, sok fotóval elkészítette ezt a kiadványt. Ennek az az érdekessége, hogy két nyelvű a könyv, ugyanis az eredeti kiadványok német nyelven jelentek meg, és most magyar fordításban is elkészültek. Ezt egy nagyon kedves nagymányoki kollégina segítette ebben Zoltánt, és mi nagy örömmel támogattuk abban, hogy ez a könyv megjelenjen, segítettünk, amiben tudtunk. Az anyaggyűjtés az ő dolga volt, a kiadást is összervezte, és magánpénzből finanszírozta az egészet. A szerkesztő elmondta, hogy mindez egy régi nagy terv, vagy talán inkább álom része, amit Mányoki meseként apostrofált. Szerepel a könyvben egy részkarc, ami szerintem a legelső kép nagy Mányokról. Azt mondja nekem az Elza néni, hogy Zoli, ilyen népviselet nagy Mányokon nem volt. Hosszas kutató munka előzte meg a bemutatót levéltári kutatásokkal és a korabeli dokumentumok átvizsgálásával. És ő ezen már hosszú idő óta dolgozik. És akkor egyszer gondolom megjelent a szikra, hogy hát ezt könyvformába kéne, mert ez annyira szép és annyira jó. És így most a 100 éves templom és a zárda megnyitása a témája ennek a könyvnek. Mond eredeti dokumentumokkal, két nyelven, sok-sok fotóval, mint már említettem. Az eseményre megtelt a terem, sokaknak már ülőhely sem jutott, de így is nagy érdeklődéssel fogadták Herger Éva megható énekét, amiben a szerző kérésére egy réges-régi, nagy nehézségek árán felkutatott dal csendült fel. A könyvet elővételben lehetett megvásárolni, ezt azért jó páran meg is tették, ők át is vehették példányaikat.